Meg lehet a kétharmados többség az iszlám állam elleni magyar misszió támogatására, ha a Fidesz frakciójának nagy többsége megszavazza 150 magyar katona kiküldetését. A demokratikus koalíció ugyanis ma közölte, hogy a többi frakcióval szemben jó eséllyel ők megszavazzák, így 4 DK-s képviselővel meg lesz a szükséges szavazatszám. Itt van Vadai Ágnes, a demokratikus koalíció alelnöke, volt honvédelmi államtitkár. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Korábban ön éppen azt mondta, hogy nincs nagyon sok feltételünk ehhez, hogy nincsenek meg a jó körülmények, hogy kiállítsuk ezt a missziót. Változott? Éppen ezért pontosítani szeretnék az alapján, amit itt elmondott, mert hogy alapvetően azzal mindig is egyetértettünk, hogy a terrorizmus ellen föl kell lépni. Az iszlám állam elleni fellépés az egy alapvető emberi erkölcsi és szövetségesi kötelezettség. Mi azt mondtuk, és ezt is tartjuk, hogy a kormánytól világos nyilatkozatot és garanciát várunk arra, hogy a magyar részvételhez szükséges képességekkel rendelkezünk, és meg tudjuk óvni hazánk biztonságát a lehetséges válaszcsapások esetén. Mi nem megyünk egyeztetni kedden a külügyminiszterrel, mert hogy szembeállunk a rendszerrel, van annak fórumon, ahol a kormány eljöhet, és ezeket a garanciákat meg tudja adni nekünk. Ez pedig a Parlament Honvédelmi és Rendészeti Bizottsága, amelyik hétfőn ülésezik, és újra fölterjesztettem napirendre. Immár harmadik alkalom. Akkor azt mondja meg nekem, mert hogy én idézem azt, ami az Origóban megjelent, és az Origó a Demokratikus Koalíció sajtó irodájára hivatkozik, hogy többi frakcióval szemben jó eséllyel megszavazzák majd az iraki magyar missziót. Rosszul idézik önöket? Ilyet mi nem írtunk. Aha. Azt mondtuk, hogy azzal, hogy az iszlám állammal szemben föllépjünk, azzal egyetértenek. Alapvetően, igen. Ehhez pozitívan viszonyulunk, hogy ezt föllépjünk. Tegyük hozzá, hogy a külügyminiszterek tanácsa ma azt megerősítette, hogy Magyarországot látnák szívesen, hogy részt vegyenek. Részt vegyünk ebben. Várunk. Tehát ez nagyon-nagyon fontos, hogy garanciát várunk két oldalról is a magyar kormánytól. Egyrészt, hogy a magyar katonák rendelkeznek azokkal a képességekkel, felszerelése és általában az egész misszióval kapcsolatos információkat akarjuk tudni, és garanciát, hogy a magyar katonák rendelkeznek azzal a képességgel, amivel ezt a feladatot el tudják látni. Az afganisztáni misszióra gondolva feltételezhető, hogy nem rendelkezünk ilyen képességekkel? Nézze, ezt a magyar kormány tudja megmondani. Az egy ellenzéki képviselő arra garanciát nem tud adni. Hát ezt én értem, csak hogy feltételezzük. Hogy rendelkezik-e olyan felszereléssel, ellátással, olyan képességgel, amihez ehhez a misszióhoz jó, kell. Tehát akkor jól értem, azt mondja, tessék tételesen letenni az asztalra. Ezt van. Tudjuk, ilyen felszerelésünk van, ilyen biztonságot tudunk nyújtani, ilyen gépekkel, ennyi pénzért, ennyi embert, konkrétan ki támogat, ki nem. És aztán ez az egyik oldal. A másik garancia, amit várunk, hogy garantálja a kormány azt, hogy meg tudja óvni hazánk biztonságát a lehetséges. Így van, hát ez egy nagyon fontos kérdés, igen. Tehát, hogy mi, hétfőn, még egyszer mondom, hétfőn 9 órakor, már harmadik alkalommal napirendre kívánom, vagy próbálom vetetni az iszlám állammal szembeni hadműveletben való magyar részvételt. Ott kell a kormánynak elmondani ezeket. Ott kell megadni a garanciát. Engedje meg akkor nekünk, hogy hétfőn visszahívjuk, és megbeszéljük, hogy mire jutottak, jó? Örömmel várom a hívásokat. Köszönöm Vadai Ágnesnek, a Demokratikus Koalíció alelnökének, hogy itt volt. Viszont hallásra, minden jót. És a szép hétvégét.